Üdvözlöm kedves nézőinket! A mai adásban a köznevelési törvény változásairól fogunk beszélgetni meghívott vendégemmel, Tószegi Attilával, aki a zuglói Herman Otto Tudásközpont és Általános Iskola igazgatója. Szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket! Hát Attila, most már lassan 4 hónapja, hogy életbe lépett a köznevelési törvénynek nagyon sok változása, módosítása, illetve úgy tudom, majd lesznek, amik csak januártól fognak életbe lépni. Mindenről nem lesz időnk beszélgetni, de vannak olyan nagyon fontos változások a törvényben, amiről úgy gondolom szót kell ejtenünk, és amik a legjobban érintik a szülőket. Az első kérdés rögtön az lenne, hogy az óvodából iskolába való átmenet kérdéskörében nagyon jelentős változás történt, és talán ez volt az, ami a legjobban fölborzolta a szülői kedélyeket. Beszéljünk először erről, hogy szól pontosan ez a törvény? Ahogy említetted, a nyáron 2019, 70-es törvény több módosítást vitt a nemzeti köznevelési törvénybe. Ennek az egyik eleme, hogy változtak az óvodából az iskola lépésbe történő szabályok. Miről van itt szó? Idáig a szülők kérésére, az óvoda vezető kérésére vagy javaslatára lehetett plusz 1 évig, tehát 7 éves korig óvodában maradni a gyermekeknek, hogyha a szakemberek, a óvodavezető szakemberek vagy a szakértői bizottság szakemberei ezt így találták. Most a változás ebben annyi változás történt, hogy a kedves szülőknek és a családoknak az oktatási hivatalnál kell kezdeményezni ezt az eljárást. Ha gondolod, kitérhetünk a részletekre. Tehát tulajdonképpen akkor az a lépcsőfok maradt ki, hogy a volt nevelési tanácsadó, mert ugye még nagyon sokan mindig a szakértői bizottságot is nevelési tanácsadónak hívják, ugye régen vagy ők állapították meg egy gyerekről, ha bizonytalan volt az óvoda, vagy a szülők kérték, hogy iskola érette, vagy eleve az intézmény automatikusan, ha úgy gondolta, a mérései alapján megadta a felmentést. Ez most akkor így már nincs. Ez módosult. Tehát lehet, hogy a szülők az óvodával egyeztetve, vagy az óvodától külön egy szakértői bizottsághoz fordultak, amely kiadott egy szakvéleményt. Ha rendelkeznek per pillanat egy érvényes szakértői vizsgálati eredménnyel, akkor rájuk, ami azt mondja ki, hogy ez a szakértői bizottsági eredmény azt mondja ki, hogy 1 évet még az óvodában maradhat, akkor gyakorlatilag a szülőknek nincs teendőjük, hiszen az óvoda a KIR-rendszerben rögzíti ezt a határozatot, és automatikusan a gyermek maradhat az óvodában. Amennyiben nem rendelkeznek a szülők egy ilyen, vagy a családok egy ilyen szakértői papírral, akkor ők kezdeményezhetik január 1-e és január 15-e, tehát 2020. január 1-e és január 15-e között az oktatási hivatalnál azt, hogy gyermekük 1 évvel tovább maradjon óvodába. Ez egy online felület fog megnyílni. Itt ajánlom a kedves családoknak, hogy látogassanak el az oktatási hivatal honlapjára, oktatás.hu, nagyon egyszerű beírni, azonnal a kereső ki fogja adni. Itt találnak egy részletes leírást. És itt majd egy online felületen kell a kérelmüket kitölteni, ezt a kérelmet ki kell nyomtatni, majd az oktatási hivatal címére hivatalosan postai úton feladni. És itt nagyon kell figyelni a dátumokra. A 2020. január 1-i dátumnál korábbi nem lehet a feladás dátuma, viszont az utolsó dátuma, amivel még befogadja az oktatási hivatal ezeket a kérelmeket, az 2020. január 15-e, tehát amin a postai bélyegzőn még ez a szám áll, azt befogadják, például a 16-át már nem, az elutasításra kerül.
és a, ezeknek a bizonyos kérelmeknek a sorsa a továbbiakban az lesz, hogy a gyerekeket valaki meg fogja vizsgálni, hiszen gondolom, hogy nem csak egy papír alapján, amit a szülő bead, fogják eldönteni, hogy marad vagy megy. Ebben a kérelemben természetesen ki kell tölteni a gyereknek a személyes adatait, a szülő gondviselőnek a személyes adatait, illetve van egy olyan rész, amiben indokolni kell a családoknak, hogy miben jelent előnyt a gyermek számára, ha még egy évig óvodában marad. Ehhez bármilyen releváns dokumentumot feltölthetnek, illetve mellékelhetnek. Jobban mondva, azt hiszem, a rendszer úgy fog működni, hogy ott kitölthetik azokat a dokumentumokat, bejelölhetik azokat a dokumentumokat, amelyeket csatolni kívánnak, és aztán ezt majd a kinyomtatott kérvényhez papír alapon csatolni fogják, például olyan orvosi szakvéleményeket, például olyan szakértői szakvéleményeket, amelyekről az előzőekben beszéltünk. Azt is elfogadja a rendszer, amit például az óvodapedagógus ír a gyerekről? Nincs megkötés tudomásom szerint, meg azért beszélek így, mert még a rendszer nem indult be. Egy bejáratlan út. Még nem készült el, tehát a mai napig, amikor a felvételünk készül, még a felületen nem nyílt meg az a online kitöltő rendszer. De én azt gondolom, mert a jogszabály is úgy fogalmaz, hogy minden, amit a szülők fontosnak tartanak, így tehát, hogyha mondjuk a óvodától, az óvoda vezetőjétől kapnak egy írásos nyilatkozatot, azt feltölthetik, illetve becsatolhatják a kérvényükhöz, és az oktatási hivatal illetékesei figyelembe fogják venni az elbíráláskor. Ez egyébként tervezetten egy 8 napos eljárás, amennyiben azt ítélik meg, hogy a beadott dokumentumokhoz több idő kell, akkor lefolytatnak egy hosszabb eljárást, ami 60 napot vehet igénybe, és ezután természetesen még jogorvoslati lehetőség is van, meg a határide újabb 40 nap, és akkor talán így már érthető, hogy miért ez a január 15-i időpont, mert hiszen, hogyha megnézzük az elbírálási maximális időket, akkor összejön, hogy gyakorlatilag ennek az eljárásnak be kell fejeződnie a tavasszal, jellemzően április közepén lévő beiskolázási időpontig. Mit hallottál a többi igazgató kollégától, vagy akár a saját intézményedben a tanítónéniktől, hogy vélekednek erről, nevezetesen, hogyha mondjuk be fognak kerülni olyan kisgyerekek, akik a régi törvény alapján simán megkapták volna a felmentést, és most esetleg vagy nem vállalják a szülők ezt a procedúrát, vagy úgy vélik, hogy mehetnek iskolába, de valójában esetleg mégse lesznek teljesen érettek. Mi a jogszabályból indulunk ki. A jogszabály azért született, hogy a szülők feltárják, hogy milyen előnyt jelent. Ugye mi pedagógusok mindig a gyermekek érdekeit kell, hogy figyelembe vegyük, és azt gondolom, hogy minden szakember a gyermekek érdekeit fogja figyelembe venni ennél az eljárásnál. Tehát én azt gondolom, hogy ha maga a jogszabály tartalmaz egy olyan részt, hogy a feltöltött dokumentumok nem elégségesek, akkor egy bizottság még megvizsgálja, és utána van még jogorvoslati lehetőség, az nem egy automatikus, nagyon gyors döntés. Lehet, hogy vannak olyan esetek, amikor a beadott dokumentumok alapján egyértelmű a helyzet és egy formalitás, de arra is ad lehetőséget a jogszabály, hogy érdemben vizsgálják. Ez azért fontos, mert mi is úgy dolgozunk, az óvodában is úgy dolgoznak a kollégák meg az iskolákban is, hogy a gyereknek legyen jobb. És azt is tudjuk, hogy nem mindenki egyenlő ütemben fejlődik, nem mindenki egyenlő ütemben érik. Ha visszagondolok magamra, az én óvodás társnőim sokkal érettebb gondolkozással élték a kis életüket, amikor óvodások voltunk, mint én, később
sikerült behoznom a lemaradást, legalábbis remélem. Hát egyébként is ez a tendencia, hogy óvodáskorban még a lányok érettebbek. Nagyon eltérőek, és én azt gondolom, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy akinek még óvodában kell maradni, az maradjon óvodába, akinek meg iskolába kell menni, menjen iskolába. Nézzük meg az első tapasztalatokat. Én bízom a törvény szövegében, ami a gyermek előny kifejezést használja, és ha a gyermek előnybe kerül, annál jobb nincs szerintem. Hát remélem ezzel megnyugtattuk a szülők nagy részét, mert hát azért elég pánik hangulat alakul ki egyes helyeken ezzel kapcsolatban, tehát akár a netes felületeken, akár az intézményekben, azért ez nagyon-nagyon negatív hullámokat vetett ez a ez nagyon szorosak a nagyon, én ezt meg is értem, hiszen nagyon szorosak a határidők. Azért is próbáltam, én a legfontosabbnak most amellett, hogy szeretném megnyugtatni a kedves szülőket, és hogyha egy picit vidámabb voltam, vagy a humor eszközével éltem, az pont azért volt, hogy nyugtassuk meg egymást, nyugtassuk meg magunkat, olvassuk el, hogy mi van a jogszabályban, mert nagyon szorosak a határidők. Tehát itt, hogyha valaki ebből a január 1-e és 15-ei határidőből kimarad, akkor nem fogadják be a kérelmét, és most elsősorban akkor erre koncentráljunk, hogy a család vizsgálja meg azokat a körülményeket, ami alapján kérni kell, és azt gondolom, hogyha ezek valós igények és a gyerek érdekét szolgálják, akkor nincs olyan szervezet, hivatal, intézmény, aki ne ezt támogatná. A másik, ami egy lényeges változás volt, az a magántanulói státuszoknak a helyzete. Ezzel kapcsolatban mit tudsz elmondani a szülőknek? Hát az, hogy már nincs magántanulói státusz, ez ténykérdés, tehát eddig valóban lehetett kérni, hogy a tankötelezettséget a tanuló magántanulóként teljesítse, ez a magántanulói státusz. Idén szeptember 1-től, vagyis 2019. szeptember 1-től a köznevelési törvény főszabálya nem változott, vagyis iskolába járással teljesítik a tanulók a tankötelezettségüket, viszont kikerült a magántanuló fogalma, és bekerült az egyéni tanrend fogalma, ez váltja. Itt is volt egy átmenet, ahogy az előbb beszéltünk, tehát aki már rendelkezett 2019. augusztus 31-éig egy érvényes határozattal, mint magántanuló, az magántanulóként kezdte már meg az idei tanévet, az ő esetükben viszont közben automatikusan történik majd tanév végéig egy felülvizsgálat, amit már egy új szervezet, az oktatási hivatal fog végezni. Amennyiben most történik egy ilyen kérelem benyújtása, akkor azt már nem az intézmény igazgatója fogja elbírálni, hanem az oktatási hivatal fogja elbírálni, hasonló módon, mint amiről előbb beszéltünk, tehát ez a felület már él és működik, egy online felület, ami elérhető az oktatási hivatal honlapjáról, és aki például szeretne előismeretekkel rendelkezni, hogy hogyan nézhet majd ki a óvodás gyermekek esetében beadandó kérelem, én azt gondolom, hogy nagyon hasonlóan fog kinézni ennek a felülete, illetve a felépítettsége, mint a egyéni tanrend igényét megfogalmazó kérelemnek az online felülete. Akkor tulajdonképpen ez az egyéni tanrend, az mondhatjuk, hogy lényegében ugyanaz lesz, mint a magántanulói státusz volt? Tehát ugyanúgy nem kell, hogy bejárjon az intézménybe, halad a saját tempója, üteme szerint, és bizonyos időközönként meghatározottan vizsgákat tesz. Így van. Szülők gyakorlatilag én azt gondolom, hogy főleg abban fognak tehát annyi változást fognak érzékelni, hogy más hova kell a kérelmüket benyújtani. Amit előbb elmondtam, itt is alapvetően egy nagyon gyors elbírálásra
kell számítani. Mi esetünkben itt a Hermannban volt már erre példa, hogy már a család az új rendszerben, önállóan a felületen, és 8 napon belül megkapta a választ, a határozatot továbbították az iskolának, és aszerint tudunk eljárni, illetve a gyerek így járhat foglalkozásokra, így vizsgázhat. Beszéljünk egy kicsit akkor azért erről a dologról. A mi esetünkben egy sportoló, élsportoló tanulóról volt szó. Ez az egyik ilyen olyan eset, amikor az egyéni tanrend felszokott merülni, ahogy korábban a magántanulóságnál is. A másik eset az pedig, hogyha a tanulónak olyan egészségi állapota van, ami nem teszi lehetővé, hogy egy adott ideig, vagy egy hosszabb ideig ne iskolába járjon. Így adódik az egyéni tanrend, korábban adódott ugye a magántanulói státusz. A harmadik ilyen fő típus szokott lenni, hogy a család külföldön dolgozik, tehát a szülők külföldön kaptak munkát, kiküldetésben ott dolgoznak, és akkor hát nyilvánvalóan külföldről naponta nem tud bejárni a gyermek, és ekkor is lehet igényelni. Ezek voltak a fő csoportjai a magántanulóság igény, amik megmaradtak mostanság is az új szabályozásban. Egy dolog változott megint, hogy idáig az iskola igazgatójának azt kellett mérlegelni, hogy nem érje hátránya tanulót, most pedig a kérelem elbírálásokán azokat a körülményeket kell bemutatni a családoknak, hogy milyen előnyt jelent az iskoláztatás a szempontjából, a gyerek iskolai előmenetele szempontjából a magántanulóság. Tehát itt is az előny kifejezés került. Tehát ez egy fő szempont lett. Tehát nem, hogy nem éri hátrány, hanem milyen előnyt élvezhet ezáltal a tanuló. És végezetül lenne még egy kérdésem. Tudom, hogy az óvodai terület azért annyira szorosan nem kapcsolódik hozzád, de köznevelési szakértőként biztos erről is fogsz tudni nekünk beszélni, hogy van még egy olyan változás, ami érinti a szülőket, és egy kicsit itt a felmentésekhez kapcsolódik, hogy itt is változtak az óvodákba az életkori határok, tehát az óvodai, kötelező óvodába látogatás aluli felmentésről, ha mondanál egy-két mondatot. Ugye itt is a fő szabály 3 éves korban óvodába mennek a gyerekek, viszont a korábbi szabályozás lehetővé tette, hogy 5 éves korig felmentést kapjon, ha a családnak vagy a tanulónak olyan sajátos körülménye volt, vagy úgy ítélték meg a szakemberek. Most ez annyiban változott, ugye egy picit azért összefüggenek, sőt, ugye a picit itt nagyon jelent, tehát nyilvánvalóan, hogyha előbb kell iskolába menni, előbb kell felkészíteni az óvoda pedagógusoknak az iskolára az óvodás gyermekeket, ezért 4 éves korig lehet kérni ezt a felmentést, és megint változás történt, hogy hova kell benyújtani a családoknak. Ugye ideig a jegyzőhöz kellett benyújtani, most pedig a jogszabály úgy fogalmaz, hogy egy kijelölt szervhez feltételezhetően előbb szóba került az előző két témában az oktatási hivatal, valószínűleg itt is az oktatási hivatal lesz a illetékes szerv. Itt azt kell tudni, itt is van egy határidő, hogy itt a május 25-i határidőt kell szem előtt tartani a családoknak, tehát addig kell majd, tehát itt nem olyan szoros a határidő, mint a előző esetben említettük a januári időpontokat, de a május 25-éig kell a kérvényüket benyújtani. És ha már a határidő, elfelejtettem talán mondani a magántanulókkal kapcsolatban, hogy ott mindig az előző tanévet megelőző június 15-éig kell ezt a kérelmet benyújtani az oktatási hivatalnak, illetve különleges esetekben, például baleset történik, vagy olyan egészségi állapot alakul ki, hogy évközben, akkor természetesen
természetesen tanév közben is történhetnek változások, és akkor is be lehet nyújtani, de a fő szabály az az ott, hogy június 15-éig kell benyújtani a magántan, jobban mondva az egyéni tanrendre irányuló kérelmet. Hát nagyon szépen köszönöm, Attila, és várlak a következő adásban is téged, mert akkor is Attilával fogunk beszélgetni egy igen érdekes és különleges fogalom kapcsán. Várom Önöket a következő adásban is, a viszontlátásra. Viszontlátásra.